Köszöntöm nézőinket! Önök az Együtt magazint látják. Műsorunk első felében a gyermekek lesznek a középpontban. Kreatív játékokat kaptak a gyermek otthon lakói, és foglalkozunk az online játékok előnyeivel és hátrányaival is. Műsorunk második felében pedig kitanuljuk a hajfestés csínyát, vinnyát. Tartsanak velünk! A gyermeknap mindig nagy örömet jelent, különösen akkor, hogyha ajándékozás is kíséri az alkalmat. Az első Lions Club tagjai nemrégiben kreatív ajándékokkal örvendeztették meg a Fejér megyei gyermekotthon lakóit. A székesfehérvári első Lions Club jóvoltából jött létre az az adományozás, melynek keretében a Fejér megyei gyermekvédelmi központ és területi gyermekvédelmi szakszolgálat gyermekotthonának lakóit lepték meg különböző kreatív ajándékokkal gyermeknap alkalmából. Hogy fogadtátok a mai adományokat? Úgy látom, hogy nagyon sok kreatív kifestő, színes szerűza, stb. Volt a dobozokban. Hát, nagyon jól. Én szeretek kreatívoskodni. Én nagyon. Miket szoktál készíteni? Festesz inkább, vagy kisebb tárgyakat készítesz? Én mindenben. Én nagyon szeretem. Van-e esetleg kedvenc színed, vagy kedvenc anyagod, amivel dolgozol? A kedvenc színem a kék. Ruben, neked mi tetszett a legjobban azok közül, a tárgyak közül, illetve felhasználási eszközök közül, amik ma a dobozban voltak? Olyan dolgok tetszettek, amivel lehet festeni, rajzolni, bármilyen dolgok, és azok tetszettek a legjobban. Mit szeretsz a legjobban rajzolni? Mi lesz az első, amit rajzolni fogsz, vagy készíteni fogsz ezekkel az eszközökkel? Ezeket még nem tudom, de majd idővel majd sok festmény rajz lesz majd készülőben. Hogy jött létre ez a mai kezdeményezés? Mi volt az előzménye? Ötleteltünk, hogy mivel is lephetnénk meg a gyermekeket gyereknapra, és akkor jutott eszünkbe, hogy van ez a Fejér megyei gyermekvédelmi központ, és biztos nagyon örülnének, ha kreatív eszközöket gyűjtenénk a számukra. Felvettem az intézmény vezető asszonnyal a kapcsolatot, és nagyon örült ő is a kezdeményezésnek. Honnan tudták, hogy milyen eszközökre van szükség? Iskolában dolgozom gyerekekkel, így aztán kollégákkal együtt megbeszéltük, meg a klubban is egyeztettünk, hogy milyen eszközök is lehetnének. Tehát mindenféleképpen kreatív eszközöket gyűjtöttünk új bontatlan csomagolásban, ami lehetett színes ceruza, filctól, zsírkréta, festék, tempera, színes papírok, barkácsfüzetek, kifestőkönyv, tehát különböző korosztály számára. Az, hogy mekkora ilyenkor az öröm, az egy nagyon jó visszajelzés lehet a program sikeressége szempontjából, illetve a mai adományozás sikeressége szempontjából, hiszen ahogy látszik, a gyerekek nagyon örülnek az ajándékoknak. Igen, igen, néztem én is, nagyon izgatottan bontogatták a kartondobozokat, és mindenki talált magának megfelelő eszközt. A gyerekek mellett a gyermekotthon intézmény vezetője is örömét fejezte ki az adományozás kapcsán. Telefonos megkeresést kaptam a Lions Clubnak a vezetőjétől, miszerint gyereknap alkalmából szeretnének intézményünk részére, a gyerekek részére adományt átadni, és hát egyeztettünk, hogy mégis mi az, amiben segítségre lennének. Nálunk itt az online bezártság terén eléggé előtérbe kerültek a kreatív foglalkozások, és ebből adódott az, hogy ehhez kértünk segítséget, hogy ilyen eszközöket kapjunk. Milyen időközönként van szükség eszközökre, és mennyire jön jól az adományozás? Ez ugye minden időben jó jön, de talán most különösen, ahogy említette. Az eszközökre gyakorlatilag folyamatosan szükség van, mert a kreatív foglalkozás gyakorlatilag a gyerekek mindennapi életét átszövi. Itt most nyilván, amikor az online térbe szorultunk, és a bezártság volt a vírushelyzet miatt, ez még jobban előtérbe került, mert itt bent a négy fal között kellett lekötni a gyerekeket. Az anyagbiztosítás folyamatosan, nyilván intézményünk is tudja ezt biztosítani, de az, ha érkezik adomány és minőségi, illetve más eszközöket kapunk, annak látható az eredménye, a gyerekek borzalmasan örültek ennek. Hogy történik ilyenkor az adományok felhasználása? Ugye látom, most inkább rajzeszközök és kreatív eszközök voltak a dobozokban. Ilyenkor szerveznek programokat, délutáni elfoglaltságokat a gyerekeknek, vagy ezeket a szabadidejükben használhatják, vagy pedig is?
ez teljesen vegyesen működik, tehát nyilvánvalóan irányított foglalkozás keretében fejlesztő pedagógus, illetve a nevelő kollégák is, most pedig már a pszichológusunk is, mint terápiás eszközként használja a kreatív kézműves dolgokat, de ugyanakkor vannak olyan szervezett programjaink is, amikor célzottan akár a kreatív, akár más területet érintően van foglalkozás. Ez tervezett, tehát előre muszáj ezt tervezni, mert intézményünk így tud működni. A társadalmi összefogás erejét mutatja, hogy nagyon sokan megtalálják a gyermekotthont különböző adományokkal, amelyek mindig nagy örömet jelentenek a gyermekek számára. Az online világban játszani sok veszéllyel jár, de akár fejlesztő hatással is lehet gyermekeinkre. A kérdésről Kovács Szilvi kolléganőnk a stúdióban, Dorotovics Miléna pszichológussal beszélgetett. Vendégem a stúdióban Dorotovics Miléna pszichológus, akivel újra elővesszük a játék témakörét. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm, hogy itt lehetek. Azért veszük elő újra ezt a játék témakört, mert néhány adással ezelőtt, amikor vendégünk voltál, akkor megbeszéltük, hogy ez egy igen nagy témakör, amivel a mai nap fogunk foglalkozni. Ugye akkor a játékok, mint eszközök, tehát a normál értelemben vett játékokról beszélgettünk, de akkor felmerült, hogy ugye most már egyre nagyobb problémát okoz az, hogy a digitális játékokhoz nyúlunk inkább, illetve gyermekeink is ezt teszik, de egyébként szerintem beszéljünk arról is, hogy a felnőtt mintát hogy veszik át? Igen, jól mondod, a életünk szerves részét képezik ezek a digitális eszközök. Tiltani nem tudjuk, mivel mi is használjuk felnőttek, és nyilván a példát mutatva nyomkodjuk a telefont, a klaviatúrát a laptopon, úgyhogy azt nem mondhatjuk a gyerkőcnek, hogy ne használja, ha csak mi sem használjuk. Akkor az egy másik variáció. Nagyon bejött az internet az életünkbe, azáltal jött be jobban, mint mondjuk a 80-as, 90-es években, mármint így az elektronikus informatika, hogy mobillá váltak ezek az eszközök, és ott van a zsebünkbe, bármikor elővehetjük, bármikor elérhetjük a ingereket, bármikor mi is elérhetőek vagyunk mások számára. Amíg vannak jó, mindennek vannak jó és rossz oldalai, nyilván előnyében a munkahelyen, a gyerekek is a tanulás során használhatják az internetet és ezeket az eszközöket, de ugyanakkor szórakozásra is használjuk. Használjuk kapcsolattartásra, rokonokkal, különböző csetelések, videó csetekkel, tehát hogy akkor van gond, hogyha túl sokat van a képernyő előtt a gyerkőc, vagy a serdülő, vagy akár a felnőtt. Ez ugyanolyan függőség, mint bármilyen más függőség. Tehát, hogyha a funkció, az életben való funkcionalitásunkat rontja, tehát nem tudunk úgy teljesíteni a különböző szerepeinkben, tehát mondjuk a gyermek nem tud úgy teljesíteni az óvodában, az iskolában, szűkülnek a baráti körei, inkább választja a gépet, mint a reális világot, esetleg a mosakodás, étkezés is elmarad már, mert nem az önkontroll már nem nincs úgy szabályozva, hogy ez fontos legyen, akkor beszélgethetünk már ilyen függőségi dolgokról. Kisebb korban nagyon sokszor az unalomérzés, illetve az élménykeresés az, ami oda vonza a gyerekeket ezekhez a játékokhoz. Hozzáteszem, ezek a játékok úgy vannak megcsinálva, hogy a kíváncsiságot folyamatosan felkeltsék, hogy egy ilyen izgalmi, feszültségi szintet okozzanak a gyerekeknek, ami egy ilyen szórakozás nekik. Tehát, hogy ez egy jó dolog. Rengeteg dolgot is tanulnak belőle, tehát fejlődik mondjuk a szemkész koordinációjuk, vagy a kis joystickot, vagy nem is tudom már, hogy hívják, mi időnkben volt joystick. Ezt a konzolt. Konzolt, bocsánat, igen. Konzolt használják, a figyelmük is tud fejlődni, tehát sok minden probléma megoldó képességük, például a stratégiai játékokban, a stratégiai intuitív gondolkodás, tehát azért egy csomó mindent fejleszt nekik, ugyanakkor akkor van gond, amikor ugye ez egy nem reális világ, ez egy kreált világ, és egy kicsit ilyen módosult tudatállapotban ülnek ott a gép előtt, mert be vannak szűkülve, ugye nem mozognak, passzívak, és egy kicsit más érzelmi és fizikális állapotba kerülnek ezáltal, és ezért van az, amikor a szülő azt mondja, hogy na jó, akkor most vége, akkor nagyon fel tudnak háborodni, mert hirtelen nem tudnak ebből a módosult tudatállapotból átjönni a való világba. Tehát, hogy ez szokott gondot okozni nekik. És ez egyébként így ugye nyilván kihat majd a későbbiekre, de milyen problémákat okozhat?
Hát, hogyha akár testi tüneteket is okozhat, tehát a rossz tartás, a kéznek a különböző rossz tartásai, valódó fájdalom, fejfájás, a látásromlást is szokták nagyon sokszor mondani, hogy a szemnek a mozgásai nagyon megerőltetőek hirtelen. A figyelemre és a koncentrációt azt fejleszteni is tudja, de rontani is tudja, pont ebből az átmenetből, hogy teljesen beszűkül akkor arra az érdeklődési körre a gyermek. Hát és hogyha ugye függőségről beszélünk, akkor lecsökken a szociális kapcsolatok, akkor már nem találkozik személyesen a barátokkal, hanem csak az online térben van, nem úgy alszik, tehát alvászavarokat is tud okozni, tehát rengeteg negatív hatása tud lenni. A szerepjáték viszont nagyon fontos gyermekkorban, ugye? És ez is lehet végül is egyfajta szerepjáték. Igen, vannak különböző jó játékok, amiben ezt ki tudják élni, de nekem még mindig, lehet, hogy én konzervatív vagyok, túl kevéssé adja meg nekik a kreativitást. Tehát amíg élő világban játszok el egy szerepet, akkor ott bármi lehet bármi. De itt az ingerek adottak. Lehet, hogy választhatok különböző fegyvereket, lehet, hogy választhatok különböző ruhát, de mondjuk ötből, és azokból, ami adott. Tehát nem kell nekem aktívan részt venni abban, hogy kitaláljam azt a dolgot, kreáljak valami újat. Tehát, hogy egy kicsit azért passzívabban dolgozik az agyuk ilyenkor a gyerekeknek, mint amikor az élő világban játszanak. Említetted az agresszivitást, ugye nagyon sok ilyen játék agresszivitásról szól, tehát a fiúknak ugye szinte az összes játék, a harc, verekedés, lövöldözés, mindenféle. Tehát, hogy ugye ezek is azért okozhatnak problémákat később. Igen, 80-as évektől kezdve kutatják a témát bőszen. Hát van megerősítő és van cáfoló kutatás ebben a témában, hogy az agresszív videójátékoknak a használata agresszív viselkedés szül a gyerekeknél, illetve van, aki ezt cáfolja. Most a legutóbbi kutatások azt mondják, hogy a személyiségen keresztül hat, tehát az azt jelenti, hogy akinek eleve magasabb az agresszió szintje, vagy kicsit gyengébb az idegrendszere, vagy egy inger kereső személy, azoknál jobban kihozza és megerősíti ezt a fajta jellegű viselkedést, akik nem hajlamosak rá, azoknál kevésbé. Vannak rizikófaktorok, ahogy mondtam, például az, hogyha unatkozik egy gyermek, akkor hamarabb kerül ilyen helyzetbe, hogy itt ez ilyen negatív hatással lesz rá, és nem tud kilépni belőle, akkor az élménykeresés, hát hogy ugye az elhanyagoló családi légkör az fontos, mert az a család, aki programokkal látja el a gyerkőcöt az élővilágban, annak könnyedén tud mondani nemet a gyermek a videójátékra, mert van egy másik élmény, amit megélhet. Tehát, hogy az elhanyagolás is sajnos ide kapcsolódik, tehát, hogy hagyjuk, hogy a gyerek sokat játszon. Ugyanúgy, mint minden más játék, nem mondjuk egy társasnál leülünk és elolvassuk a játékszabályokat, egy videójátéknál is így kéne eljárni a szülőnek, hogy megnézni, hogy mi az, miről szól ez a játék, hogy beszélgessen a gyerkőccel ezzel kapcsolatban. De amúgy nem csak a videójátékok azok, amik most őket érintik, hanem a YouTube videók, ott is nagyon sok jó és rossz dolgot tudnak hallani, szókincsük tud bővülni negatív irányba, illetve a csetelés az, ami ugye a kortársakkal való kapcsolattartás, ami nagyon fontos nekik, én úgy látom, tehát nem csak a videójátékok. Igen, és az a baj, hogy ugye ettől meg személytelenné válnak ugye a kapcsolataik, hiszen hát egy-egy ilyen PS játék kapcsán is mondjuk már elég, hogy fölveszi a gyerkőc a fülest internet kapcsolat, és nem kell hozzá társ, hogy játszon. Igen. Ugyanúgy a chat és a többi, meg hát szeretnek másokat nézni, mondjuk egy-egy youtubert, hogy igazából azt tudom, hogy vannak olyan alkalmazások, amiken keresztül a szülő tudja felügyelni a gyerkőcöt. Igen. Érdemes-e bekorlátozni ilyen szinten azt, hogy mert ugye rálátok, hogy mondjuk a YouTube-ot használja, hogy a csetel, hogy ezt és azt csinál napi szinten, hogy érdemes-e ezt így ilyen szinten megtenni? Én úgy gondolom, hogy ez egyén és szülőfüggő, hogy mi a legjobb megoldás erre. Vannak olyan gyerkőcök, akikkel, ha az ő kezükbe adjuk
felelősséget, és megbeszéljük, átbeszéljük, hogy akkor, hogy mint és egyéb más programot felkínálunk, és nem megy a családi élet rovására, akkor szerintem önállóan felelősség teljesen tudják ezt használni. Vannak gyerkőcök, akiknek ez nehezebb, ott talán lehet, hogy egy kicsit következetesebben odafigyelve, ellenőrizve, de nem bántva, tehát hogy ne az legyen, hogy megmondtam és kész passz, hanem legyen egy kompromisszum, egy partnerség a szülő és a gyerek között ebbe, hogy érezze a gyerek, hogy ez nem büntetés, mert ezt ők szórakozásnak élik meg. És nyilván azt mondom, hogy akkor most vége van és tanulás, hát nem fog örülni a tanulásnak, úgyhogy ne a tanulást, hanem akkor utána legyen egy kis szusszanásnyi idő, és utána legyen a kötelesség, mert azért ez valljuk be nekik ez a szórakozás. És a videójátékoknál például tudnak online együtt játszani. Tehát, hogy ez az egyik fiam pont ezt mondta, hogy neki azért jó, mert ilyenkor a osztálytársaival stratégiai játékot közösen játszanak, és megbeszélik a stratégiát rajta. Tehát, hogy közben azért van itt kontaktus is a szomszéd kisfiúval, és beszélnek közben egymással. Hát nem egyszerű, igen. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél. És várunk máskor is bármilyen más témában. Jövök szívesen, köszönöm. Köszönöm szépen. Nem mindegy, hogy hogyan festjük a hajunkat, elegendő ugyanis, ha néhány hetente csak a hajtövünket frissítjük, nem kell a teljes hozt. Mutatjuk, hogy lehet a legtermészetesebb és legszebb hatást elérni szőkehaj esetén. Sziasztok! Ma is egy gyönyörű hajat fogunk csinálni, egy szőkehajat. Vannak benne kicsit ilyen rejtett melírok, amit most nem fogunk újra festeni, ugyanis ezt elég minden harmadik, vagy akár negyedik alkalommal, amikor kikopik, újra színezni. Most jelenleg úgy így jött a vendégünk, hogy nagyon jól megmaradt igazából benne az előzőleg, vagy azt megelőzően, nem is tudom, hogy egyel vagy kettővel előtte festettem ezeket a rejtett melírokat bele a hajba, és igazából szerencsére jól megmaradt a szín, tehát nem kopik ki, jellemzően nagyon jól is tartja a haja ezeket a színeket, egyedül annyi, hogy nyilván eltelt egy hónap, és van egy centis lenövésünk. Én igazából csak egy tőfestést fogok a vendégemnek csinálni, és utána pedig csak beszárítom, úgyhogy megmutatom, hogy manapság milyen a szőkehaj divatja. Ez egy természetes szőkehajat hordunk manapság, tehát figyelek arra, hogy meglegyen a természetesség, de mégis hamvas, ne sárga szőke legyen. Úgyhogy megmutatom, hogy miből keverem ki. Igazából én manapság mindig mi fodrászok keverjük ki a színeket, tehát hogy nem egy színből, hanem kettő színből fogom, kettő árnyalatból fogom kikeverni magát a színt. Csak a hajtövet festem be. Ez hajbarát, anyagbarát is. Illetve gondoljunk bele, hogy azért a szőke azt tud szívni, tehát az kiszívja szó szerint a barna vagy sötét lenövést. És hogyha ugyanazt a keveréket rátesszük az aljára, akkor azért az szárít. Tehát ha nincs lekopva az egész szín még úgy rendezett, akkor elég a tövét befesteni csak. Előfordul, hogy mi is áthúzzuk az egészet, de akkor kizárólag színezővel, tehát egy gyenge anyaggal, ami arra van kitalálva, hogy csak a színpigmenteket adja vissza, nem világosít. Négy felé szedem a hajat, és így festem. Fontos az átláthatóság, mert különben elveszünk, és egy-egy sávot úgy hagyunk, az elég kellemetlen tud lenni. Tehát ebbe a szakmában nagyon fontos a precizitás. Vagy ha nem vagyunk biztosak magunkban, és otthon akarjuk festeni a hajunkat, akkor meg megkérni valakit esetleg, aki látja.
Jó, én itt elválasztottam már az egyik fejrészt, most elválasztom a második fejrészt. Előfordul, hogy van, akinek rámegy egy egész doboz, valakinek megmarad egy pici a dobozból, tehát úgy nagyjából úgy egy doboz azért a tövére rámegy. Nyilván, hogyha az egészet festjük, akkor több megy rá. Felkentük a festéket, és várjuk a hatóidőt. Fél óra hatóidőnk van, van olyan termékcsalád, aminél 30-50 perc is lehet akár a hatóidő, nekünk fél óra. Úgyhogy várjunk. Ezeket az utószínező habokat, festékeket, ezeket a csapnál tényleg csak egy pár perc erejéig rárakom, hogy még szebb, még hanvasabb színt érjünk el. Ugye, ahogy említettem is, a sötét hajból sokszor ezért nehéz szép természetes hanvas színt elérni. És akkor ennek okán vannak már ilyen második lépésként hajszínezők, és ezzel tényleg el lehet érni azt a szép hangos árnyalatot, amit a vendég kíván. Van, akinek egyébként enélkül is működik. Itt a csapnál lehet látni, és akkor ez is segítséget nyújt nekünk. Elkészült a festett hajunk, lemostuk, beárnyaltam egy 5-10 perces ilyen hamvasító habbal a festett szökémet, és igazából ugye csak egy tövet festettünk, ugyanis az előzőleg megfestett melírom még benne van, úgyhogy ezt nem is kellett most megtennünk. Úgyhogy már most meglátjátok, hogy ezek a színek milyen szépen dominálnak továbbra is, és hát szerencsére a lenőtt tövünk az eltűnt. Hogy lássuk, hogy miből lesz a cserebogár. Akkor elkészült a frizura. Meg lehet nézni, hogy egy hosszabb, kicsit befele kerekedő bokfazont választottam. Vannak benne színek, van egy világosabb alaphajszín, amiben tettem hamvas szőke és barna melírokat. Kicsit játszadozva, játékosan rejtem el ezeket a melírokat. Illetve attól is ilyen játékos maga a szín, hogy az egészet nem szoktam átfesteni, csak mindig a tövét,
és akkor így ebből adódik, hogy egy természetes színünk lesz, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy próbáljátok meg, akár melír nélkül is, hogy csak a tövét festitek, és akkor úgy itt lesz egy dominánsabb szín, és ugyanaz a színt festitek minden egyes alkalommal, dobni fogja az alján a magát a színt, ugye ez a természetes színátmenetes haj, hogy az alja kopik, és ezáltal, hogyha még rakunk bele egy-egy plusz szint, akkor még játékosabb lesz. Úgyhogy mi most ma ezt csináltuk, hogy akkor vegyük is le ezt a beterítő kendőt. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, jövő héten is számítunk figyelmükre, viszontlátásra!